Hát nehéz értékelni egy olyan 16 perces futam után, mint amilyen egy ilyen gyorsúszó szám. De Viki, kérlek, mesélj arról, hogy élezted, hogy ment ez a futam, hogy élted meg. Hát, hogy őszinte legyek, ez egyszerűen nem tudom értékelni. Tehát nagyon rossz volt az elejétől kezdve. Én őszintén szóval nem is tudom, hogy mi történt, hiszen ugye a Mare-Nostrum franciaországi állomásán ennél 6 másodperccel jobbat úsztam. És vagy 3, már nem is tudom, de abban úgy éreztem, hogy abban még van. És most rosszabbul ment, pedig a felkészülés, a bemelegítés, minden nagyon jól ment. Tehát én azért számítottam volna arra, hogy legalább egy 16-10-es időt úszom, és hát fájó, hogy az elég lett volna a döntőre is. Abban reménykedem, hogy a 400 vegyesre akartuk kiegyezni a formát, és hogy majd ott ki fog jönni az, ami ebbe benne maradt. És szerintem túl sok mindenkinek akartam bizonyítani. És azt szerettem volna, hogyha büszkék lehetnek rám, főképpen anyukám, akinek sajnálatos módon a döntő napján van a születésnapja, és azzal akartam meglepni, hogy láthat engem a döntőben úszni. Hát ez nem sikerült. Úgyhogy még beszélnem kell az edzőmmel, hogy ezt ő hogyan értékeli, hogyan látta. Én azt éreztem, hogy ez nagyon rossz volt. Már az elejétől kezdve a halálomon voltam, és egyszerűen semmi nem tudott feltüzelni. Az, hogy ott volt a túloldalon, és egyszerűen minden fordulónál lefordult, és úgy éreztem, hogy ez ennyi, ez nincs több. És már közben is majdnem elsírtam magamat, úgyhogy hát most próbálom ezt elengedni, és a 401-esre koncentrálni, az ugye még majd egy hét. Hát nagyon remélem, hogy az jól fog sikerülni. Én meg őszintén köszönöm, hogy ilyen őszintén ezt elmondtad nekünk, és csak annyit hozzá, hogy szerintem nem fog haragudni anyukát, hogy az ajándék jövő szombaton érkezik meg. Jó? Legyél büszke erre. Köszönöm.